Vasárnap a vártnál kevesebb egyesület jelent meg a sárkányhajósok hosszú táv a magyar bajnokságán, melyet Baján rendeztek meg a Súgovicán. A táv a szabadidős kategóriában egy, az úgymond profiknál két szigetkör volt, illetve egy kicsit annál is több, hiszen az egyik bóját a kagylónál kellett megkerülni. A szabadidős kategóriát a bajai Kacsa Pannonville nyerte, a paksi sárkányhajó és a Spartakus sárkányai előtt. A már kétkörös Open B ligában Titán, Fekete Gyöngy, Arabona sárkány hajóklub lett a sorrend. Az U23-asoknál két hajó indult, a Rába sárkányhajó és a Tiszai Holduna, és itt a győriek voltak a jobbak. Nőknél szintén két egység jött össze, a győzelem a Váci Dunai sárkányosoké lett. A király kategóriát a Dragon Masters húzta be, míg a szenioroknál a Grand Seniorokból álló hazai Sugó sárkányhajó klub elmaradva saját várakozásaitól felejthető idővel harmadikként zárt. Itt a Dragon Aqua diadalmaskodott a Rába előtt. A Sugó sárkányosai így nem túl boldogan szálltak ki hajójukból, a kislányok öröme azonban meglett. Egész végig a sárkányt szerették volna megsimogatni, ami a végén sikerült nekik.